Jó estét kívánok a heti Libazsír nézőinek! Végre megkaparintottuk Tordai Terit. Azért mondom, hogy végre megkaparintottuk, mert én speciál már nagyon régóta vágytam rá, hogy egyszer egy stúdióba ülhessek veled. Kati megvállalta azt, hogy közben jár az érdekemben, és föltállal. 100 éve ismerjük mert egymást. Mert az egy régi barátság. Még tornázni is jártunk együtt. Tornázni is, de nem az a lényeg, hanem amikor te csináltad a Érdivel a műsort a televízióban, hát abban bejutni, hát ez egy szuper, képzeld el, hívott a Szegvár, és fogunk beszélni. Igen, ilyen sztárok voltunk valamennyien, és szerintem most is azok vagyunk. A múltkor Szilágyi Tibornak is feltettem ezt a kérdést, most neked is, hogy talált ki, hogy melyik az a színházi előadás, ami nekem a legjobban tetszett, amiben te főszerepet, és melyik az a tévéfilm, amiben a legjobban tetszettél? A tévéfilmre én úgy gondolok, hogy a Jó estét nyár, Jó estét szerelem. Úgy van, Karácsony Nagy Zsuzsa. Igen, a színház az bonyolult, mert nem tudom, hogy láttad-e velem a vágyvillamosát. Úgy van. Köszönöm. A brancs, köszönöm, mert amilyen alakítás díjat. Igen. Bújtor rendezte, és olyan kár, hogy azt nem vettük föl. Az azért volt fantasztikus, Katalin, neked elplegykálom, mert te fiatal vagy, bohó. Ó, Istenem, gyere minden héten. Mi is akartam, de büszke vagyok, hogy emlékszel rá. Ugyanis akkor én a filmgyári társulatba tartoztam bele, ahol hát ez a legnagyobb csapat volt. Tehát ott a Garas Dezsőtől a Törőcsik, Mari, Kálmán, Gyuri, akkor volt az, amikor kitalálták, hogy legyen a filmgyárnak egy társulata. És engem is bevettek, Andorai Péterrel együtt a Várszínházból oda mentünk, mert nem tudtam a Lilit beosztani, mert akkor már... A Lili a lányom. A Lili a lányom, akkor már nagyobb volt. És akkor a Bújtor kitalálta, hogy a Vágy villamosát megrendezi velem a Blanche-ot, de engem az akkor úgy melbevert, mert éppen, nem is tudom, 3 vagy 4 éve jöttem haza külföldről, és akkor az úgy inogott a szakma, hogy tudok még színházban játszani, nem tudok, mire vagyok képes. És az olyan szép volt, hogy éppen a Vörös grófnőt forgattuk, és benne volt a Kálai Feri a zsűribe. És akkor nem Pécsen volt az Országos Színházi Fesztivál, hanem Pesten a Víg Színházban. És olyan félelmetes volt, a 15 percig tapsoltak, a Páholyban ott ült Tolnai Klárika, Vámos Laci, Mialkovszki Erzsi, aki a régi ruhákat csinálta. Tehát akkor az egész nap forgattam, és nem is akartam elhinni, hogy ez velem történik. És most ugrom egy kicsit, mert van egy motto, amit ha egyszer, mikor már nem tudok esetleg játszani, és valamit fogok az életemről írni, az lesz a motto, hogy én mindig bíztam az idegenek, én mindig bíztam az idegen emberek jóságában. Mondja ezt Blanche, amikor az idegorvos Bújtor Pista elviszi a bolondok házába, mert abban a közegben ő nem tudott megélni, de még mindig benne van, hogy én mindig bíztam az idegen emberek jóságában. Na ez nagyon, szóval jól esett, Kati, hogy ezt mondod. Erről nem szoktam beszélni, örülök, hogy ezt mondtad, mert erre én végtelenül büszke vagyok, mert a szakmának akkor azt jelentette, hogy hoppá, visszafogadjuk, mert nem felejtette el azt, amit a főiskolán tanult, és talán felzárkózik az osztálytársai mellé, mert ez mindig bennem volt. Jó, hát a pártos lányok mindig, igen. Mindig. Pillanat, most egy kis, mindjárt lehet pártos lányozni, és elmondjuk, hogy ki volt Pártos Géza, csak azt akartam mondani, hogy végülis neked volt először itt egy igazi átütő nemzetközi sikered, és te voltál először a filmszínésznő Magyarországon, a szocializmusban, mert hogy olyan egyértelműen repülő filmkarriered startolt el, hogy utána ilyen meghatottan veszett tudomásul, hogy a szakma visszafogadott, mert kiderült, hogy a külföldi karriered után nem használottál el, nem, hogy neked van színházi vénád, és nem egyszerűen csak egy gyönyörű nő vagy, amivel híres lettél. Hát ebben azért egy jó adag irigység is volt, nem? Olyan jó, hogy ezt most mondod, mert 2 hete láttam egy filmet, a Tarantinónak az új filmjét, mondott egy Hollywood. Nagyon jó. És tudom, hogy a fél nézőtér nem nagyon értette, bemegyünk a sztárokért, a 2 csodálatos sztárért és a többi, meg Tarantinóért, de mikor Lilivel láttam a lányommal, és képzeld el, nézek a képernyőre, 1969, úristen, akkor voltam 28 éves, éppen a Cinecittába forgattam egy koprodukciót, német, francia, olasz pénz volt benne,
és a gyártásvezető a második magyar volt, és mondta, hogy jön ám egy óriási amerikai western sztár, cowboy volt, a leghíresebb, Jeffrey Hunter, na nekem semmit nem jelentett Jeffrey Hunter, nem mutatták be a filmet. És mikor néztem ezt a filmet, minden visszajött, hogy miért onnan Amerikából, mikor a producer már azt mondja, hogy már nem nagyon palik a DiCaprio-ra meg a izével, akkor áttesszük őket ilyen spagetti westernre. És képzeljétek el, hogy gyönyörű, tehetséges ember volt, de azt mondták, hogy csak egy óráig lehet vele forgatni. És kérdeztem a magyar gyártásvezetőt, de miért csak egy óráig? Azt mondja, mert hát egy kicsit alkoholista, és ebédszünet után már nem lehet vele dolgozni. És így eltűnt, hazajöttem, dolgozom, és nézem a híreket, Jeffrey Hunter a hollywoodi villájában elesett, és a márványpadlón úgy beverte a fejét, hogy meghalt, Isten nyugosztalja. Tehát ez nagyon aktuális, ez a film. Tudod, hogy film. Nekem óriási, tudod, az Al Pacino, a producer, szóval nagyon sok minden visszajött nekem, hogy az egy kegyetlen világ. Kegyetlen világnak tapasztaltad a Tet utcáról, a legtöbbet valószínűleg Magyarországon. És a Balázsovics Lajos, mert az is. Te korosztályod volt, de a Balázsovics Lajos az mindig majdnem ment el forgatni. Tehát, hogy nem, hozzá, azért voltak hát, neki, de éppen csak, hogy neki. Kicsit Viscontival majdnem forgatott, igen. Szerintem nem olyan sokat forgatott. Annak alapján, amit itt elmesélt, mondom én ezt. Tehát, te valóban volt, sokat forgatott. Én amikor befejeztem az utolsó filmemet, a Der Kapitént, Heinz Rühmannak az utolsó filmje volt, és kint forgattuk a Konstantia Baváriába, és levették utolsó nap a Terry Tordait, és föltették azt, hogy Liza Minnelli. Semmit nem jelentett nekem. És hazajöttem, és egyszer csak a kabaréba. Hát ez a Liza öltözött az én öltözőmbe. Utólag jöttem rá, hogy milyen helyzetbe voltam. De te kint nagy sztár voltál, igen, szóval. Csak hogy arról akarok veled? Beszélni, hogy ha én a német film most nagyon jó, akkor nem volt igazán olyan jó. Nem akarom sorolni a neveket, de a Senta Bergertől elkezdve az Uschi Glasszig, az Elke Sommer volt kiírva ennél a filmnél is, eltűntek, és lekopogom, büszke vagyok, hogy én még vagyok. Hogy tudod mi, az jó, észre kell venni az életnek az intéseit, hogy mi az a határ, ameddig el tudok menni. Amikor elvesztem a szabadságomat, meg a gondolat, szóval aki más gondolkozik helyettem és más irányít, akkor nem biztos, hogy jó irányba megyek. De hát a filmnél tudtam, más irányít, a színháznál. Igen, Kati, de tudod mi, hogyha én találkozom a Bergmannal, aha, vagy a Viscontival, vagy ezekkel a nagyon nagy tehetséges nevekkel, majd mindjárt mondom neked, hogy kivel hoztak össze, csak ő átment Amerikába, Sharon Tate-nek a férje. Jaj, tudom. A Rosemary's Baby-t rendezte. Miért vagyok ennyire hülye, hogy nem jött el szemben? Na mindegy. Na mindegy, vagy leszünk be. Sharon Tate, akit megöltek, és a gyermek molesztálása volt kitiltva Amerikából a férje, jól emlékszem? Azaz. Lengyel. Igen. És Polanszkinak. Polanszkinak hívták, így van, lengyelből a Polanszki. Igen. Ugyanis a Polanszkit bemutatták akkor a Cinecittába, és ő is németül tudott beszélni, én is, és azt mondta, hogy maga hazamegy, mert ő disszidens volt. Mondom, igen, én megyek haza, lesz egy lakásom, megyek haza. Azt mondja, nem, én tovább megyek Amerikába. De ott is imádták, tehát a Polanszkinak a Kés a vízbe után, ami egy csodálatos, aha, lengyel film volt, őnek egy óriási nagy nimbusza volt. Ha én összejövök ilyen kaliberekkel, akkor még ráteszek egy kicsit. És tudod, mi volt a furcsa, hogy akkor én tisztelete volt kollégáimnak, hazajöttem, minden magyar kollega jobb volt. A Madarastól elkezdve a Balázsovics, a Garas, a Béresék, a Törőcsik Mari. Azt láttam, hogy beülök a Víg Színházba, vagy a Nemzetibe, vagy bárhova, Kozák Andris. És azt láttam, hogy de jó Isten, hát ezek jobbak, mint kint. A nyelvtudás az alap, akit én nagyon tiszteltem már itthonról, a Belmondo és az Alain Delon, hogy az a két ember volt, de ezt el lehet mondani a Sofiáról is, hogy nem maradt kint Hollywoodba.
visszatért Olaszországba, ők visszatértek Franciaországba, tehát annak a nemzetnek lettek a színészei. Erre én csak utólag jöttem rá, hogy valahol én is ezt csináltam, hogy igen, volt a Teri Tordai, nagyon sokat tanultam filmezésből, érdekes volt, jó volt, de a nyelvtudás miatt nem tudsz átlépni egy határt olyan igazán. Majd most jön egy generáció, akik át fogják tudni lépni, ott van a Jelesnek a filmje, ott van egy generáció, aki már nyelvet beszél, tudod, de akkor én azt láttam, hogy a magyar, az akkori nagy művészek, azok mindenki jobb volt, mint kint. Tudod? Tehát én nekem az Almás az a Jean Moreau, meg ilyenek, tudod? Szóval mondjuk a Jean Moreau-t nem bántom, mert ugye... Mivel magyaráztad a saját sikereidet? Az, hogy hiányzott ez a típus. Ez az egyik, a másik. Az én mit szerintem, jelent az, hogy egy európai nem magyaros arcod volt neked? Igen, ezekben a... Nyulánk voltál, a kedves, két fejjel magasabb voltál, kedves, mint a magyar átlag. Az osztrák rendező szúrt ki, mert megnézett valami hat magyar filmet, és az egyik a Sok hűség Éváért, abban barna voltam, a másikban az Esős vasárnapban szőke voltam, és mind a hármat kiderült, hogy egy színésznő. Most ez a szép dolog. Az, hogy végül ebből lett, most tudom, 25 vagy 30 film, az már az én képességemnek köszönhető. De igazából, mivel akkor még nem volt menedzserünk, hát ismeritek a kurikort, igazából a Hungarofilm árult ki engem, ők meg boldogan megvettek, mert a koncertirodában az, aki kötötte a szerződést, mint kiderült, a statisztának több pénze volt az első két évben, mert annyira nem voltunk benne a külföldön. Fogalmuk se volt. Igen, róla, és én önkritikus vagyok mai napig is, akkor is ez voltam, jó humorom volt akkor is, magamfele is, hogy ráadásul olcsó voltam nekik. Ezt el kell tehát mondjam. Tehát a kinti statiszta többet keresett, igen, mint igen, te igen, a filmkészet. Na de amikor rájöttél, igen, akkor miért nem alkottál azért, mert magadra? Azért, mert nem volt menedzserem, és mindent a koncertiroda csinált. Ezt az operaénekesek és a presszerék, meg a szörényék, ez megások, ezek tudták. És akkor Barnáné az Interkoncerttől, vagy nem tudom én kicsoda a minisztériumból, azt se tud, hogy megmondta, mennyit fizetnek ki. Nem. Tudod, ez egy nagyon-nagyon már, nem de volt rálátás arra a világban. És utána, nem, mert három évre kötött szerződést az Antel, a koncertirodán és a Hungarofilmen keresztül, abból tudtam venni az 55 négyzetméteres lakásomat, meg egy Volvót, no, ezért utált az egész szakma, de hát ez nagy dolog volt, lányok. Te megbocsátották neked végül, amikor Blanche lettél, akkor megbocsátották, hogy külföldi karriered volt, és onnan jöttél hozzá? Igen, utána a sajtó néha hülye volt, néha rugdosott. Nem voltál túl jó nő ahhoz, hogy téged színésznőnek elfogadjanak? Mármint, hogy márkás színésznőnek automatikusan. Tudod, mit mondok nektek, lányok? Aki olyan jó nő, az keresse magának egy olyan partnert, aki vigyáz rá. Ez a tanulság most? Ez a tanulság. Szóval nagyon fontos az életben egy olyan, vagy egy menedzser, legyen az nő vagy férfi, vagy egy olyan barát, vagy egy férj, aki tudja az értékedet, és tudja, hogy az értékre, hogyha az nemes érték, arra jobb vigyázni. Na, de te annyira hihetetlen józan vagy, és állsz a lábadon, és olyan értelmes vagy, de bocsánat, hogy ilyeneket most mondok, már megtanultam hogy ilyeneket. Miben szenvedtél hiányt, hogy nem álltál ki akkor magadért? Akár belföldön, akár külföldön, mert nekem az is nagyon vicces, hogy 30 Németországban forgatott film után az marad meg a magyar közönségnek, hogy ez az a bombázó, ez az a gyönyörű, akkor nem így hívták, tök mindegy, te voltál az, aki a legerotikusabb magyar színésznő voltál, leginkább a testedet is ismerték az itthoni élkéhoz képest, és egy 55 négyzetméteres lakás az, amit, meg egy Volvo, amit hazahoztál akkor, amikor, hát, hogy úgy mondjam, egy Gellért-hegyi villát is összeszínészkedhettél volna. De ugyanakkor... Az átkülönbségből egyrészt, másrészt meg, hogy miért nem maradtál kint? Azt írták rólad egyébként a Wikipédiában, nem tudom, hogy olvastad-e magadról, hogy elég sok szakmai kellemetlenség ér, de te vagy az a színésznő, aki sose panaszkodtál. Nem szeretem, ha valaki panaszkodik, de semmilyen szinten, mert mindig van egy elméletem, nézzél magadba.
hol hibáztál, miért nem voltam olyan bátor, rengeteg gyönyörű, celeb lány, gyönyörű, sokkal bátrabb, mint én, csak éppen az a plusz, ami nekem megvan, most már mondhatom lényegében Kossuth díjasan, a tehetség, az egy plusz. És a tehetsége általában a, mondjuk a feltűnőbb, szép csajoknál nem szokott döntő lenni, nem azt nézik, hogy milyen a tehetsége, de én úgy éltem, hogy mindig azt néztem, hogy én hol hibáztam. És azért nem vagyok irigy, mert mondok egy példát, mondjuk az Illit hozom föl, a Béres Ilonát, akivel ugye együtt jártam, meg a Halász Utkával, mert velük vagyunk itt jóba. Én az Illire azért nem voltam soha féltékeny, mikor néztem és csodáltam, és tudtam, hogy mit tud, de mindig meglepett, meg a Skalla lányok, nem? Azt együtt mondom, játszátok, igen, a Skalla lányokat. Mert azt mondom, hogy amit az Illi tud, meg amit mondjuk az Almási, meg a Halász, az az ő titka, az az ő személyisége, és amit én tudok, az az én személyiségem, és azt nem tudja más. És ez az a plusz, amit ez a generáció, akihez én tartozom, ez az a plusz, amit hagytak élni a személyiségedet. Nem voltunk nagyon jó rendezői kordába zárva, érted? De az mégiscsak a rendezőnek a koreográfiája, hanem hozzá tudtuk adni magunkat. Tudod? És ezáltal bármi történt velem, azt mondtam, hogy igen, itt tévedtem, hát kicsit jobb lett volna, hogyha könnyebb az élet, de ezt én vállaltam. Ez a szabadságnak az ára. Azt kérdezte a Katir, hogy miért nem maradták én? Sokan kérdezték, mert nem éreztem jól magam. Kevésnek éreztem magam. Ez olyan, hogy én Debrecenben születtem, de Egerben nőttem föl, és főleg most így idősen nagyon visszajön a vidéki mi voltam. Olyan érdekes, tudod, olyan sok mindenre. Vidéki? Igen. Ha rád néz valaki, meg ha belegondol, hogy miben látod, az igazi, született nagyvilági, nem hogy igen, nagyvárosi, hanem nagyvilági, igen, prototípus. És vagy. Tudod, honnan tanultam? Honnan? Onnan tanultam, hogy anyuka is nagyon más volt, a rokonság és apuka is, hogy mikor 14-es koromban kollégista voltam Pesten, de a főiskoláról beszélek, mert akkor főiskola volt, a tanáraimtól, a tanároktól és a könyvektől és a barátaimtól. És ebbe beletartozik Iglódi, beletartozik Andor Tamás, aki az első férjem volt, operatőr, mai napig jóba vagyunk, benne tartozik nagyon erősen Ungvári Tamás, Isten nyugosztalja. Tehát én a vidéki lány, a magamat abból építettem, hogy lestem, loptam, szemem és fülem volt az emberekre, és mai napig különben ez a sármom, amikor már, mit tudom, uszodában mondja a papa, vagy a nagypapa az unokájának, hogy ez olyan szép színésznő volt, és akkor látom a gyerek arcán, hogy nézd, na nem tudja belehelyezni, hogy ez olyan a nagypapának olyan szép színésznő volt. De ott van az a plusz, ha én a gyerekre elmosolyodok, akkor valamit én adok abból, hogy aha, megérti, hogy te egy szép színésznő vagy. Valami lehetett ebben a néniben, tudod? És ezt meg akarom őrizni, hogy... De pont azon gondolkoztam, amióta megláttalak, hogy olyan, tudod, ez a szokásos duma, hogy a jól nézel ki korba vagyunk itt már mindannyian, életkorilag, de ugyanakkor meg azt mondom, hogy olyan igazságtalan az élet, mert szép, idősen az szép, aki fiatalon is szép volt, és neked a vonásaid olyan háborítatlanul tök jól néznek, igen, ki. Tehát, hogy szépek az arányaid, szépek a csontok az arcodban, és az tök jó. Valószínűleg ezért tudtál filmszínésznőként is nagyon erősen. Meg én soha nem utánoztam valaki mást. Tudod, hogy olyan vagyok, amilyen vagyok, de amit nagyon nehezen viseltem el, az a 20 centi, amivel magasabb vagyok. Mindenki szép lábam volt, a művészi tonnától szép lábam volt, és soha nem hordtam magas sarkú cipőt, mert fölvettem és levertem a csillárt, és akkor azt nem tudtam és még nehéz mutatni. Volt egy átlag modell. Partnert találni. Igen, érted? Partner, nehéz volt férfi partnert találni. Hány centi vagy? 170? 176 mezitláb. Na most erre ráteszel egy cipőt, az már levered a csillárt. És a férfiak mind alacsonyabbak voltak. És ebből azt akartam kihozni, hogy ezt, amivel szenvedtem fiatalon,
Isten ilyen tudtam váltani, mert amikor azt hiszem 42 évesen a öreg hölgyet, azt a krimit eljátszottam minden izén nélkül, abban a pillanatban a jó mozgástól tudtam mozni, hogy a nyakam ilyen, a kezem az hosszú, a lábam ilyen, alig tudok fölülni, tehát át tudtam fordítani karakterbe, humoros karakterbe, tudod? De hát minden előny tulajdonképpen. Ez végtagok is előnyét tettem, meg azt tudod, hogy eszembe jutott, amikor 16-17 mert voltam, és sulibulikon, hát úgy leültem, hát a sulibulik körbeültünk, és mindig alacsonyabb férkért föl, és utána már csak álltam, mert most már van egy nagy különbség, de ilyenekből nem rágörcsöltem, hanem azt mondtam, hogy én ezekkel az előnyökkel, meg ezekkel a hátrányokkal születtem, és úgy próbáltam helyére tenni. Egy késői jó tanács, ugyan 20-25 évvel fiatalabb pasikat kellett volna választanod, mert azok már mind magasabbak. Hát az igen. Még most se késő. Szóba hoztuk itt a Pártos Gézát, aki legalábbis a legendák szerint igazán a lányokkal tudott jól dolgozni és bánni. És ami nagyon érdekes, hogy ez a ti osztályotok például a mai napig tartja a kapcsolatot. Igen. Tehát ő valami olyat tudott, ami... És a Madách Színháznak volt a rendezője, hogyha jól emlékszem, igen, ugye? És onnan aztán kiment külföldre, diszidált. Igen. Akkor... Igen. Ha még ezt a fogalmat ismerik mit, a mi nézőink. Kaptatok ti a Pártostól? Figyelj oda a másikra. Különben olyan érdekes, hogyha néha, ha valami nem igazán tetszik a mostani magyar filmekben, hogy azért játszanak tisztelet a kivételnek, nem figyeli egyik színész a másikat, hogy mit mond. Én el tudnám rólad mondani, el tudnálak játszani azt a karaktert, aki most te vagy, és téged is, mert én nem itt ülök és azon gondolok, hogy mit fogok mondani, hanem ráállítódok azokra, akikkel együtt vagyok. Na most ezt úgy hívják, hogy Stanislavski módszer, és a kolléganőm Bordán írjon, aki sokáig Amerikában élt, azt mondja, hogy igen, a Lee Strasberg mai napig a Stanislavski, figyelj oda a másikra, abból indulj ki, gondold el, hogy ő mit gondol rólad, te hogy állsz hozzá, szimpatikus neked, vagy csak megjátszod, hogy szimpatikus, és abban a pillanatban azt az egy mondatot is másképp tudod elmondani, hogy hogy vagy. És ha nézel régi magyar filmeket, a Rajz Jancsi, vagy a Maklári, vagy kis szerepben a Kismanyék, hihetetlen, hogy egy egész élet volt mögöttük egy karakterbe. Ezt én nagyon megtanultam, és rájöttem, hogy ezt a Pártos Gézától, mert az Ili ugyanígy játszik, Halász Jutka ugyanígy játszik, még akkor is, hogyha ilyen, miért én a Gál Erzsinek a kedvenc színésznője voltam. József Attila színházban az éjjeli menedékhely, a lila patkányok között, a Luka volt a galambos Erzsi énekbe, énekelt, a Petrovics írta a számokat, tehát egy abszolút modern, ultramodern előadás volt. És később az én anyámat játszotta az ő alternatív stúdiójából egy 20 éves kislány a Városok sűrűjébe. Ha van egy alapod, akkor nagyon jól tudsz keverni. Tudod? De az alap, hogy érdekes, hogy beszélsz. Érdekes, a Béres Illit is mindig megtalálja az alternatív színház. Igen. És rögtön az a forma, amit a rendező megálmodik, és az Illi hozzáadja magáét, abban a pillanatban abból egy virág lesz. Ha a rendező gondol valamit, de a kollega nem adja hozzá a maga pluszát, vitatkozni nem szeret, mert akkor a rendezők azt nem szeretjük, meg kell őket lepni. Mikor a Jancsó rendezett a Várszínházban, Sherlock Holmes és Watson volt a major, és én egyforma magasak voltunk, ilyen zsaketba, én voltam a Watson, az idősebb. És kitalálta Jancsó, hogy menjünk be a filmgyárba, és a nagy vetítőben mondjuk rá a szöveget, és majd azt ő beadja, amikor mi játszunk. És állunk a mikrofonnál, és azt mondja a major, hogy Teri, maga érti, hogy mit kell csinálni? Mondom, én nem értem, de a tanár urat se értettük, amikor a tanár úr rendezett a Nemzetiben. Mert hát ugye ott kezdtem főiskola után, tudod? Nem értettük, mondom, nem értettük, csak csináltuk.
Úgyhogy ezek olyan érdekes dolgok voltak. Megadtam a kulcsot, nem is maradt meg aztán az a verzió. Csak azért mondom, hogyha meghagyják az egyéniségedet, ami pártos ebben csoda volt. Hát a Tolnai Klári volt a kedvenc színésznője, a Psota Irén a kedvenc színésznője. Akkor csodákat lehet csinálni. Te voltál valakinek a kedvenc színésznője? Tehát volt valaki, aki sokat látott benne, ki akarta a Szőnyigének belőled szemben. Szőnyigének, nagyon, akkor a Mihályfi Imrének, aki az első utakat csinálta. Azzal mentem először az esős vasárnap után külföldre. Váradhéri Kálmán Gyuri lőtte Attila Tordai. Tudod, az volt az első, és utána Mihályfival csináltam a Gyávát. A Gyávát, ezt akartam micsoda mondani. Micsoda szerepoztás, ugye? Sarkadi vaciláltam, hogy a Gyáva vagy a... Na most akkor az intellektust azonnal letapossuk, mert már nagyon kevés idő marad, és akkor vicces mondd el, hogy mesztelenkedni milyen volt? Mesztelenkedni érdekes volt, mert itt volt a Hunniában mesztelenkedtem először, azokat a filmeket kellene látni, a Pendragon legendája. Bizony, tényleg. Tudod, képzeld el. Azt én biztos láttam, soha, csak nem emlékszem. Soha olyan, a külföldi filmekben soha olyan mesztelenség nem volt, ahogy ott. Fölmentem a, hát az gyönyörű, a Pendragon legenda filmen. És hogy emlékszem, 10 évvel ezelőtt kivettem a videótékából a Pendragon legendát, mert arra voltam kíváncsi, hogy tényleg olyan jó alakom volt nekem? Nem. Én ha mesztelenkedtem volna, akkor azt hiszem, nekem nincs internetem. Az interneten minden rajta van. Tehát most azt a világot élünk, hogy mindenki azt mondhat, amit akar, be lehet nyomni, meg lehet nézni, hogy mi van a Pendragont is. És úgy néztem, mentem föl, egy ilyen pulpituson volt egy koporsó, egy nagyon jó jelenet volt előtte a Darvas Ivánnal, és néztem magamat. Nem voltam úgy elragadtatva, mert most már más a divat. Hogy? Hát tudja, csoda, olyan hosszúnak láttam. Igen, tudod, hosszú? Akkor még olyan természetes volt már, igen, most már mindent lehet korrigálni, hogy hát lehetne a derekam egy kicsit vékonyabb, jó, hát a lábam az jó, hát a mellem nem túl nagy, de azért ugye még, tudod, szóval így magamat megvédtem. Nagyon divatos alkatú voltál. Tehát akkor a 60-as évek nyugat-európája az igen, már akkor, ilyen. Így van, akkor. Van akkor még annyi időn, hogy megkérdezem, hogy az unokáid bírják ki a humorodat? A legkisebb, a kislány. Ez olyan pőd. Hát de komolyan mondom, még másfél percet nem bírtál volna ki a mesztelenség kérdését, mert így befordulunk az elég volt szerintem. Na jó. A Dóri bírja, a Dóri nagyon érdekes, tisztára a kis Lili, csak még nyitottabb, ugye hát a harmadik gyerek mindig törtetni akar, hogy és a fiúk is bírták fiatalon, de most hát ők már kiskamaszok, férfiak, úgyhogy ez érdekes a nagymamaságban, nagyon visszafele kell menni. Tehát én, amíg ők nem fognak kérdezni, ha megélem, hogy Teri, mert nem nagyon mának hívnak, először voltam Tete, aztán Teri, hogy te Teri, milyen volt az, nem mesélek, mert ők magukkal vannak elfoglalva, és ezt nagyon tudomásul kell venni. Nagyon. Tudod? Tehát az is lehet, hogy akik most minket néznek, egy darabig hallgatják, és remélem, hogy vagyunk olyan érdekesek, hogy... Remélem, mert egy olyan íve van az életemnek, és furcsa módon azt mondom magamnak, mint hívő, hogy olyan 120-130. És azt szépen kell kitölteni. Mármint annyi évig élünk? Aha. Legalábbis te. Mert gondolni muszáj hosszúra, tudod, aha, muszáj hosszúra, és akkor nem ér meglepetés, mert még, akkor még terved van, tudod, hogy feleljek, mint nagymama, hogy inkább a fiatalokat hagyni kell szerepelni, mert tudomásul kell venni, hogy nem éppen az időseket tisztelő világ van. De ha nem haladsz a világgal, akkor folyton meg vagy sértve. Amikor még beszéltünk arról, hogy miért nem maradtam külföldön, miért nem csináltam ezt. Nagyon sok mindent nem csináltam, amit ezzel az alkattal lehetett volna. Aha. Nem voltak fiatal szeretőim, akiket én fizetek, szóval rengeteg olyan, amit úgy elképzelnek a teréről, hogy biztos... Nem egy kötelező állomása a női karrier. Hát, de hogy nem olvasom, hogy hát az divat, hogy mit tudom én. Ja, de fizetni gyönyörű... már ne haragudj. Hát én tudod, mikor olvasom a gyönyörű 60-70 éves hollywoodi színésznőket, hát azok a vacsorát meg a nyaralást ők fizetik, nem hiszem, hogy a fiatal. És én ezt nagyon elolvasom, és azt mondom, hogy de fárasztó lehet. És akkor ezzel úgy megvagyok.
Nincsen benned semmi öreg. Lehet, hogy 130-ra tervezel tényleg életkorilag, és akkor most még nem tartunk. Kati, tudod, mi nincs bennem furcsa módon? Az emberek velem szembe nem éreznek tiszteletet. Tudod? Ez olyan érdekes, hogy én anyukámat is tisztelem, és rengeteg idős embert tisztelek. Nem idős ember vagy, Terikém, ha rád néznek, nem idős ember vagy. Én meg nem várok tiszteletet. Tudod, hogyha nem tudják, hát már nem is tudom, valahova mentem, és olyan 30-valahány éves kis hölgy volt. Fogalma nem volt, hogy ki a Tordai Teri. Szépen beírt, és mondtam neki, hogy ível írdat, igen, köszönöm szépen, és láttam az arcán, hogy fogalma sincs, és hogyha én megyek a rádióba, vagy ide a szomszédba egyházzal elébb mentem, akkor rögtön mondom, hogy jó napot kívánok, Tordai Teri vagyok, a heti televízióhoz jönnék ide, mert nem kötelező tudni. Érted? Nem várok el semmi felesleges elismerést. Dolgozzak meg érte, hogy szeressenek. Hát ez annyira szép, annyira szép végszó, de szerintem szeretnek. Remélem. Azt tapasztalod, mi biztos. Nem? Köszönöm. Nagyon jó volt, így itt voltál. Gyere máskor is. És akkor jövő héten... Kembe szorál Artúr. Mondja a szerkesztő azt, hogy köszönjük szépen a figyelmet, nézzenek bennünket, akkor is viszontlátásra.